Aláírták az átadási átvételi dokumentumokat, vagyis hivatalosan is befejeződött a sportcsarnok építése. Erről is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Néhány órán keresztül hálózati leállás lesz a kórházban, a betegek ellátását nem befolyásolja. Változás több ponton is egyértelművé váltak a vadgázolással kapcsolatos szabályok. És Zöldszegléd újra nagyszabású esemény helyszíne lesz, a Szabadság tér és környéke. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! Ma délelőtt megtörtént a műszaki átadás átvétel, a generál kivitelező és a konzorcium aláírta a dokumentumokat, vagyis hivatalosan is befejeződött a Gály József sportcsarnok építése. Az első nyilvános, közönség előtt rendezett mérkőzés most pénteken lesz, de közben már elindul az a folyamat, amelynek eredményeként a város átveszi az új létesítményt. Ma délelőtt lezajlott az a hivatalos esemény is, amelyre már nagyon sokan régóta vártak. A generál kivitelező és az új sportcsarnokot építető ceglédi szakosztályok alkotta konzorcium képviselői aláírták a műszaki átadás átvétel dokumentációját, vagyis hivatalosan is befejeződött az új Gály József sportcsarnok építése. Most tehát a konzorcium vette át a létesítményt, az, hogy a városi legyen egy következő lépés. Megtörtént a polgármester úr által kijelölt szakértőzésen által feltárt hibáknak vagy hiányosságnak a felülvizsgálata, és természetesen ezeknek a javítása és visszaellenőrzése is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy mindkét fél számára megnyugtatóan megtörténhet az átadás átvétel folyamatának a megindítása. Ezt követően a következő lépés, a kérdésedre válaszolva, hogy előkészítjük az átadási folyamatot a konzorcium, illetve a polgármester hivatal, a polgármester úr részére. A felülvizsgálat eredményéről és az átadás átvétel dokumentumainak aláírásáról természetesen rögtön értesítették a város polgármesterét is. Megmondom őszintén, ez a ciklus legboldogabb napja számomra, hisz szerintem ez egy hihetetlen nagy esemény, hogy végre elkészült a sportcsarnok. Ciklus elején sokan kételkedtek abban, hogy ebből lesz-e valami. Úgyhogy nagyon sok embernek, munkatársamnak kell köszönetet mondanom, de én most egy valamit emelek ki. Nagyon szépen köszönöm a lakosság türelmét, hogy kivárta azt, hogy végre ez az ékszerdoboz elkészüljön. Dr. Csáki András elmondta, tegnap délután valóban megkapta a szakértői csoporttal a felülvizsgálatról szóló tájékoztatót, és abban az áll, nem találtak olyan hibát, amely megakadályozná, hogy a város átvegye majd a létesítményt. Most jön a papírmunka. Az átvételről a képviselőtestület dönt a jövő csütörtöki ülésén, és ha a város átvette, már Cegléd feladata lesz, hogy fenntartsa. Dr. Csáki András elmondta, olyan műszaki megoldásokat keresett és épített be a kivitelező, hogy a lehető leggazdaságosabban lehessen működtetni majd a létesítményt. A lehető legoptimálisabbra próbáljuk állítani a működtetést, hogy a lehető legkevesebbe kerüljön. De hát ezzel számolni kell, ez majdnem kétszerese, ha nem kétszerese a korábbi sportcsarnoknak, de nagyon sok igényt fog kielégíteni, hiszen ez nem csak sportcélokat szolgál, ez egy közösségi tér. Itt koncertek lesznek, itt kiállítások lesznek, itt vásárok lesznek, úgyhogy visszatér a régi életéhez, csak sokkal modernebb, sokkal szebb körülmények között. Dr. Csáki András elmondta, nagyon bízik abban, hogy mindenki magáénak érzi ezt a létesítményt és vigyázni fog rá. Arról is beszélt, természetesen lesz hivatalos megnyitó is, amelyre meghívta Banai Péter Benő államtitkát, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Tehát most még a konzorcium vette át a létesítményt, ők pedig úgy döntöttek, már a legközelebbi pénteki sporteseményt is nyilvánossá teszik. Úgyhogy ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy jelezzem a városlakóknak, közönségnek, a sportszeretőknek, hogy a pénteki napon 18 órától a férfi kézilabda klubnak a csapata már nézők előtt fogja játszani az első mérkőzését. Az első olyan mérkőzés tehát, amelyen már a közönség is részt vehet, most pénteken lesz. Az NB1B férfi kézilabda mérkőzést a CKKS-e a Deac csapatával játsza majd. A belépés most is ingyenes lesz, és kérik, időben érkezzenek a szurkolók az új sportcsarnokba, hiszen várhatóan telt ház előtt zajlik majd az új létesítmény első nyilvános sporteseménye. Néhány órán keresztül teljes hálózati leállás lesz a Toldy Ferenc kórházban szeptember 8-án, azaz holnap. Pénteken 14 és 20 óra között sem a belső, sem a külső hálózati rendszer nem lesz elérhető. A betegek ellátását azonban ez nem befolyásolja, az zavartalan lesz, írja közleményében az egészségügyi intézmény. Teljes hálózati leállásról értesíti a lakosságot a Toldy Ferenc kórház.
A Facebookon is elérhető közleményben azt írják, szeptember 8-án 14 órától 20 óráig sem a külső, sem a belső hálózati rendszer nem lesz elérhető. A betegek ellátása azonban a rendszerleállás mellett is folyamatos lesz, írják a közleményben, majd úgy folytatódik a tájékoztató. A feltétlenül szükséges vizsgálatok megkérése és dokumentálása péntek délután papíralapon fog történni. A röntgenkészülékek, az ultrahangkészülékek, valamint a laboratóriumi automaták csak helyben működnek. Eredményt, képanyagot a belső hálózaton nem tudnak továbbítani, de az eredmények közlését a vizsgálat helyszínén, valamint a képanyag megtekintését megszervezik. A rendszerleállás ideje alatt azonban nem lesz lehetőség CT vizsgálatok elvégzésére. A sürgős CT vizsgálatokat a szolnoki Hetényi Géza kórházban végzik el. Több ponton is egyértelművé váltak a vadgázolással kapcsolatos szabályok. A vadászati törvény módosítása pontosan nevesíti, milyen esetben terheli felelősség a vadásztársaságot, és mikor kell az autósnak viselni a gázolásból adódó anyagi kárt. Évente mintegy 4000 esetben ütnek el az autósok a magyar utakon vadállatot, a legtöbb esetben őzet. Néhány hete lépett hatályba a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény módosítása. A legfontosabb változás, hogy pontosan meghatározták, mikor tehető felelőssé a vadásztársaság, ha egy autós elüt egy állatot. A vadászatra jogosultak, azok csak abban az esetben felelősek a vadnak az úttestre jutásáért, hogyha az ő magatartásuk ehhez hozzájárult. Ezt köznyelvre lefordítva azt jelenti, hogyha a közút környékén etetést folytattak, vagy olyan terelővadászatot tartottak, amely során kimozdították a vadat a búvóhelyéről, és ennek okán került az úttestre, ezekben az esetekben terheli őket a felelősség azért, hogy az úttestre került vad, és ebből következőleg ott azt elütötték, és egy gépjárművel való vadütközésről beszélhetünk. Ez tehát azt jelenti, hogy jelentős hányadában az autósok felelősek a vadgázolás miatt. Vagyis minden olyan esetben, ha az állat természetes létezéséből, mozgásából, például élelemszerzés vagy új élőhely keresése miatt téved az utakra. Ez esetben nem tehető felelőssé a vadásztársaság, és például a gázoló autóban keletkező kárt sem neki kell fizetnie, hanem a jármű tulajdonosának. Sajnos még mindig sokan nem veszik figyelembe a vadveszélyt jelző táblákat, pedig ha ezeken az útszakaszokon csökkentik az autósok a sebességet, sokkal kisebb lehet a kár, ha egy állat kiugrik eléjük. Az új szabályozás egyértelművé tette a kerítéssel védett autóutak és autópályák vadgázolással kapcsolatos kérdéskörét is, vagyis, hogy ezeken a szakaszokon kit terhel a felelősség. Közítette ez a jogszabály, hogy az úttest tartozékának tekinti a kerítésen belüli területeket, tehát azok nem részei a vadászterületnek, így ott a vadásztársaságok sem jogosultságokkal, sem kötelezettségekkel nem rendelkeznek. Itt ezeknek az utaknak a fenntartójának kell arról gondoskodnia, hogy oda ne juthasson be a vad a kerítéssel elzárt részekhez. Fehér Sándor azt javasolja, ha mégis megtörténik a baj és elgázolunk egy vadállatot, hívjuk a rendőrséget és az illetékes vadásztársaságot is értesíteni kell. És azt is nagyon fontos tisztázni, hogy az elütött vadat nem vihetjük magunkkal, az állat tetemének elszállításáról a vadásztársaság lesz segítségünkre. 10 hónap kutatás után találták meg a ceglédi rendőrök azt a 38 éves férfit, aki ellen több elfogató parancs volt érvényben. Falba vájt rejtek helyét egy szekrény tette észrevehetetlenné mostanáig. Tavaly novemberben tűnt el K. Gábor, miután durván bántalmazta és megalázó tevékenységekre kényszerítette párját Abonyban. A súlyosan sérült áldozatnak sikerült megszöknie, és egy közeli házban kért segítséget. Hiába lepték el azonban rendőrök villámgyorsan a települést, mindenhol keresték, bujkálását akkor és azóta is sokan segítették. Néhány napja azonban a rendőrök egy Abonyi címre hajtottak, ahol átnézték a házat, a hálószobában pedig rábukkantak K. Gábor speciálisan kialakított búvóhelyére. A rejtőzködésnek véget vető rendőrök bilincselték, előállították, majd büntetés végrehajtási intézetbe vitték. Mivel a korábban jogerősen új pszichoaktív anyaggal visszaélés elkövetése miatt kiszabott 4 év szabadságvesztését nem kezdte meg. De zsarolás, járművezetés, ittas állapotban és személyi szabadság megsértése bűncselekmények miatt is felelnie kell majd.
Három napon át ingyenesen meg lehet látogatni, nézni, ki lehet próbálni a Kossuth Művelődési Központ szakköreit, foglalkozásait. Tánc, kézműveskedés, népi mesterségek is várják a gyerekektől az idősekig az érdeklődőket. Több éves hagyomány már Cegléden is, hogy az évad kezdetével kinyílnak azok az ajtók is, amelyek az intézmény szakköreinek foglalkozásainak adnak otthont. Természetesen ezek egyébként is mindig nyitva állnak, de ma délutántól három napon át ingyenesen lehet kipróbálni mindazt, amit kínál az intézmény. Szeptembertől májusig tart egy évad, vagy júniusig legfeljebb, amikor ugye elindulnak a klubok, szakkörök egy művelődési ház életébe. És ez egy régi, szerintem közművelődési forma, hogy ilyenkor megmutatják ingyenes nyitott órák keretében az ott zajló foglalkozásokat, az új szakköröket, klubok bemutatkoznak. A részletes program kínálat a ceglerikultúra.hu oldalon és a Kossuth Művelődési Központ Facebook oldalán is megtalálható, és bármely korosztály találhat benne számára kedves vagy érdekes foglalkozást. Nem csak a klasszikus nyugdíjas klub vagy kártya vagy sakk, hanem van örömtánc is például, vagy zumba, illetve gerinctorna, amit ez a generáció kedvel. A nyitott ház program tehát ma délután elkezdődött, és egészen szombaton kora délutánig várják foglalkozások, klubok az érdeklődőket. Erről és a közelgő Kossuth toborzóról is beszélt részletesen stúdiónk vendégeként Détári Lukács Ágnes ügyvezető. A teljes beszélgetést mai Háttérmagazinunkban láthatják. Újra nagyszabású eseményt hirdetett péntekre a Köztét Egyesület, valamint a hozzájuk csatlakozó Városi Könyvtár, Túrinformiroda és civil szervezetek. A Szabadság téren az Ordas közben és a könyvtárban előadások, kiállítások, vásár, kulturális programok és finom ételek is várják a kilátogatókat pénteken délután 4 órától. 2021-ben zajlott le első alkalommal a Köztét Egyesület által szervezett Zöld Cegléd, mint közösségi tér elnevezésű rendezvény. A nagy sikerre való tekintettel tavaly újra megszervezték az eseményt, idén pedig nem is volt kérdés. Újra élettel telik meg nem csak az Ordas köz, de a Szabadság tér egy része és a könyvtár is. Ugye azért lényegesen nagyobb, mint az Ordas közi piac. Ilyenkor kitelepülünk a Szabadság térre, és nem csak a helyi termelők, kézműveseink lesznek itt, hanem ceglédi szervezetek, illetve intézmények is. A civil szervezetek, intézmények nem csak hogy szívesen fogadják el a meghívást az eseményre, maguk is jelentkeznek, hogy részesei lehessenek a környezetvédelemért és a helyi közösségekért szervezett utcaünnepnek. És az érdeklődők, vásárlók, nézelődők is egyre többen vesznek részt ezen az eseményen. Kezd beépülni tehát a ceglédiek életébe a program. Beépül, de azért érdekes módon még mindig vannak, akik nem tudnak az eseményről, de azért egyre többen részt vesznek, és hát reméljük, hogy terjed a híre, hogy ez mennyire jó kis közösség. Minden évben van egy kiemelt téma is, tavaly ez a víz volt, idén pedig a családok kerülnek a középpontba. Ennek megfelelően lesznek játékaink is, családi események, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz kilátogatni. A Szabadság téren, az Ordas közben és a könyvtárban előadások, kiállítások, vásár, kulturális programok és finom ételek is várják a kilátogatókat pénteken délután 4 órától. A Zöld Cegléd, mint közösségi tér elnevezésű program kínálatát a Köztét Egyesület Facebook oldalán is elolvashatják. A rendezvény zavartalan lebonyolítása miatt csütörtökön este 8 órától péntek este 9 óráig lezárják a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utca közötti szakaszát. Legyenek ott minél többen, és tartsanak velünk minél többen adásunk folytatásában is. Kezdődik a Háttér, Détári Lukács Ágnessel beszélgetek a nyitott házról és a Kossuth toborzó ünnepéről. Friss hírekkel pedig holnap is várjuk még Önöket, addig is viszontlátásra!